Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. A mi Úrunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Testvéreim, az év közidőszak harmadik vasárnapjának, Isten igéjének vasárnapjának vigiliáján vizsgáljuk meg lelkiismeretünket és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek, testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem azért a boldogságos, mindenkor szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg a mi bűneinket, és vezessen el az örök életre. Jesus.
vezetésed szerint, hogy Szent Fiad nevében minél több jót tegyünk, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen. Olvasmány Jónás próféta könyvéből. Történt pedig, hogy az Úr másodszor is szólt Jónáshoz. Kelj fel, menj el Ninivébe, a nagyvárosba, és hirdesd azt, amit majd mondok neked. Jónás fölkelt, és elment Ninivébe az Úr parancsa szerint. Ninive nagyváros volt, 3 napba telt, míg az ember végigment rajta. Jónás bement a városba, megtett 1 napi utat, és hirdetni kezdte. Még 40 nap, és Ninive elpusztul. Ninive lakói hittek az Istennek. Böjtöt hirdettek, nagyok és kicsinyek egyaránt zsákruhát öltöttek. Amikor Isten látta, hogy letérnek gonosz útjukról, megkímélte őket a büntetéstől, amellyel fenyegette őket. Ez az Isten igéje. Utaidat mutasd meg nékem, én Uram Istenem. Utaidat mutasd meg nékem, én Uram Istenem. Utaidat, Uram, mutasd meg nékem, ösvényeidre taníts meg engem. Taníts és vezess igazságot szerint, mert Te vagy üdvözítő Istenem. Utaidat mutasd meg néked, én Uram Istenem. Irgalmasságodról emlékezzél meg, Uram, és könyörületességedről, mely öröktől való. Jóságodban, Uram, gondolj rám irgalommal. Utaidat mutasd meg nékem, én Uram Istenem. Az Úr igazságos és jóságos, ezért a bűnösöknek is utat mutat. Az alázatos tajóban vezérli, a szelidet útjára tanítja. Utaidat mutasd meg nékem, én Uram Istenem. Szent lecke Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből. Azt mondom, testvérek, az idő rövid, ezért akinek van felesége, éljen úgy, mintha nem volna, aki sír, mintha nem sírna, aki örül, mintha nem örülne, aki vásárol, mintha meg sem tartaná, s aki felhasználja a világ dolgait, mintha nem élne velük, mert ez a világ elmúlik. Ez az Isten igéje. Alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja. Közel már az Isten országa, higgyetek az örök hírnek. Alleluja, Alleluja.
Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Márk könyvéből. Miután Jánost elfogták, Jézus Galileába ment és hirdette az Isten evangéliumát. Betelt az idő, közel van az Isten országa. Térjetek meg és higgyetek az evangéliumban. Amikor a Galileai tó partján járt, látta, hogy Simon és testvére András, akik halászok voltak, éppen állót vednek a tengerbe. Jézus megszólította őket, jöjjetek velem, és én emberek halászává teszlek titeket. Azok rögtön hagyták a hálóikat, és nyomába szegődtek. Mikor kissé tovább ment, meglátta Jakabot, Zebedeus fiát, és testvérét Jánost, amint a hálókat javították a bárkában. Őket is mindjárt meghívta. Erre ott hagyták apjukat, Zebedeust napszámosokkal együtt, és követték őt. Ezek az evangélium igéi. Az evangélium tanítása legyen bűneink bocsánatára. Krisztusban, kedves testvérek, nagyon súlyos kérdés Jézusnak, hogy beteljesedett az idő. Ez azt jelenti, hogy az Isten befejezte művét a világon, hogy az idő többet semmi újat nem fog hozni az Isten és az ember alapvető kapcsolatában. Mert Isten belépett az időbe. A kinyilatkoztatás teljességét adta, amikor egyszülött fiát elküldte és emberré lett, többé már nem fog szólni az utolsó napig. Ez jelenti, hogy elérkezett Isten uralma a földre, erre való volt az idő, és erre a teremtés. Isten föltárt önmagát, egész belső életét, és erre meghívta az embert. Beteljesedett minden üzenet odától, és többé semmiféle ajándék a Szentlélek elküldése óta nem érkezik a világba az utolsó napig. Ezért van olyan nagy csend ma a mindenségben. Az idő tehát Isten részéről leszállott. Nekünk azonban még van egy kis időnk. Szent Pál azt mondja, hogy ez az idő rövid. Jónás könyvében pedig ott van az a félelmetes figyelmeztetés, miszerint elkezdődik a visszaszámlálás. Még 40 nap, és Ninive elpusztul. Betelt az idő, és elközelkedett Isten országa, mondja Jézus. Tartsatok bűnbánatot, és higgyetek az evangéliumban. Vagyis röviden, térjetek meg. Testvéreim, az embernek alapvetően ez egy feladata van egész élete során, hogy teljes egészében az Istenhez térjen, hogy egész lényével hozzáforduljon. Nincs igazán más alapfeladatunk. Azok az apró cseppő feladatok, amelyekben idegesen csapkodunk és felemészjük magunkat, az nem feladat, az elvégésre váró munka. Az emberi életnek egyetlen igazi feladata, hogy ebben a rövid időben egészen Istenhez térjen. Ezért emlegeti Szent Pál, hogy az idő elmúlik. Czakó Gábor nagyszerűen írja le annak az embernek az állapotát, aki tudja, hogy meg fog halni, mégis úgy számol, sőt úgy él, mint ez vele nem történne meg. Úgy él, hogy a halála kifelejtődik terveimből, látókörre peremére kerül, és a távoli körbe oldódik, mint ha nem is volna, mint ha meg lehetne úszni akár az életet, a bal lépéseket, a felelősségre vonást. Ebből az életből, amely elég jellemző korunkra,
Írja az író, hiányzik húsvét, de még előbb megcsókolt. Nincs benne nagy hír sem, nagy bőr sem, de hiányzik belőle advent és karácsony is. Farsag van helyette, egész évben monoton küzdön vizen át vidám, felelőtlen húsanyú kedve. Modern életberendezésünk egyik fő típusa ez a farsangi, dübög, mint valami pészméken által vezérelt szív, írja az író. Igen, csak a mának él és reméli, hogy majd tudomány megold minden, hát semmit nem old meg a tudomány. Nem old meg az örök létünkkel kapcsolatban semmit, sőt, előbb-utóbb a csalódások elebbeződnek, és végül ki fog derülni, hogy mit is érünk igazából életünk végén, hogy mire vittük igazából. De most még van időnk, és ez a lényeg. Most még van egy kis időnk, bár az idő rövid, ezért életünk minden nap sürgető feladata itt és most. Hogy egész lényünkkel odaforduljunk a kinyilatkoztató Isten felé. Hogy mit jelent megtérni, az nem egyszerű feladat. Egy egész életen át tartó folyamatos megújulás. Hogy egész életemnek minden rétegét, minden idejét egészen Istennek próbálom odaadni. Vagyis nem lehet az ember valójában vallásos az egyik órában és a másikban nem. Aki vallásos, az vallásos reggel, délben, este, éjjel és nappal, éppen választás előtt és után, mindenfajta széljárástól függetlenül. Minden eseményt Isten kezéből fogad. Az igaz keresztény áthatol a világ fátyolán, és a más világot látja, érintkezésben van vele. Úgy fordul Istenhez, mint a gyermek a szüleihez. Előre látja a jövendő ítéletet, amely megfontoltá teszi őt itt most a jelenben. Ez a megtérés pedig abszolút egyéni esemény, nem közösségi. Hajlamosak vagyunk megítélni a dolgokat aszerint, hogy mit mondanak mások, a tömeg, a város, az utca, erről vagy arról. Kedves testvéreim, az utolsó ítéleten nem fogják tőletek megkérdezni, hogy mit gondoltak erre vagy arra az igazságról a körülöttetek élő emberek, hogy hogy éltek a körülöttünk élő emberek, hogy milyenek is voltak azok az emberek, akik megmondták a tutit. Azt fogják megkérdezni, hogy milyenek voltak a mi döntéseink. Nem azt fogják megkérdezni, milyenek voltak a mellettünk élő napi-nap ismert hívek, és a papok, akinek a bűneivel oly sokszor takargatjuk magunkat. Egyedül azt fogják megkérdezni, hallottad az evangéliumot? Válaszoltál Jézusnak a meghívására? Hogyan válaszoltál? A megtérés teljesen abszolút egyéni esemény. Az egyes ember életének egész életen átadó eseménye, de ne felejtsük el, hogy az idő rövid, és ebben a rövid időben el kell jutnunk egyfajta szent üzemlősségre, amelyre Szent Pál a Szent Eszkében biztos bennünket. Persze, közömbösnek lenni nem azt jelenti, hogy nem örülök, hogy nincsenek érzelmei, hanem, hogy szabad tudok lenni a mulandó világ értékeitől, ennek a vonzásától. Ez a közömbösség tesz alapvetően engem éles látóvá, hogy igazán a lényegre, hogy valóban az örök, megmaradó, örökre megmaradó értékére irányul a figyelmem. Amen. Hiszek az egy Istenben, mennek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjében. Hiszek az egy Úrban,
Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, aki az Atyától született az idő kezdete előtt. Isten az Istentől, világosság a világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől. Született, de nem teremtmény, az Atyával egylényegű, és minden által lett. Értünk emberekért, a mi üdvösségünkért leszállott a mennyből. Megtestesült a Szentlélek erejéből, Szűz Máriától és emberré lett. Poncius Pilátus alatt értünk keresztre feszítették, kín halál szenvedett és eltemették. Harmadnapra föltámadott az írások szerint, fölment a mennybe, ott ül az Atyának jobbján, de újra eljön dicsőségben ítélni élőket és holtakat, és országának nem lesz vége. Hiszek a Szent Lélekben, Urunkban és Értetőnkben, aki az Atyától és a Fiútól származik, akit épp úgy imádunk és dicsőítünk, mint az Atyát és a Fiút. Ő szólt a proféták szavával. Hiszek az egy szent, katolikus és apostoli anyaszent egyházban. Vallom az egy keresztséget a bűnök bocsánatára, várom a holtak föltámadását és az eljövendő örök életet. Kérjük testvéreim, mennyei atyánkat, hogy mint Ninive lakói, mi is készségesek legyünk a bűnbánatra. Add, Urunk, hogy a világ mindenkor meghallja intő szavadat. Hallgass meg, Urunk! Kérünk téged, hallgass meg minket! Add, hogy szent atyánk és püspökeink az apostolok nyomdokain járjanak. Hallgass meg, Urunk! Kérünk téged, hallgass meg minket! Add, hogy az államok vezetői bölcsen és igazságosan irányítsák a népek sorsát. Hallgass meg, Urunk! Add, hogy a bűnösök megértsék szeretetedet, és igaz bűnbánatra induljanak. Hallgass meg, Urunk! Add, hogy földi szenvedéseink türelmes elviselése üdvösségünkre szolgáljon. Hallgass meg, Urunk! Kérünk téged, hallgass meg minket! Urunk, te a bűnbánoknak kegyesen megbocsátasz, és tiédnek örök jutalmat adsz. Add, hogy szent fiadat buzgón kövessük, és jutalmadat mindnyáján elnyerjük Krisztus a mi Urunk által. Ora, 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 ora
áldozatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Urunk Istenünk, fogadd atyai szeretettel és szentel megáldozati adományainkat, hogy az üdvösséget megszerezzék számunkra, Krisztus a mi Urunk által. Az Úr legyen veletek! Igazságos élő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked. Mi Urunk szentséges Atyánk, mindenható, örök Isten, a Te végtelen dicsőségedhez tartozik, hogy isteni erőddel segítesz a halandó emberen, és éppen halandó voltunkból szerzel gyógyulást. Így, amit a veszteségnek tartunk, azt üdvösségünkre fordítod, Krisztus, ami Urunk állatod. A Te fölségedet ő által a dicsőíti, az angyalok hatalmas kórusa. Boldogan állanak, mert mindörökké látnak téged. Add, kérünk, hogy az ő szavukhoz társuljon szózatunk, és velük együtt szüntelen újjongással zengünk. Tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adaték. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és majd ismét hálát adott. Odaadta a tanítványainak, és így szólt. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Ime hitünk szent titka. Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk,
mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsd egybe a Szentlélek mindnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld a szíveden, Urunk, egyházadnak sorsád az egész világon, tedd tökéletessé a szeretetben Ferenc pápánkkal, Csaba érsekünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről és mindazokról, akik a te irgalmadban bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő egyessével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, kik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd minden ható Atya Isten a Szent Lélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Üdvözítőnk parancsára és isteni tanítása szerint így imádkozzunk. Mi Atyám, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vidd minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkon, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül így, míg reménykedve de várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak, dicsőséges eljöttél. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondtad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vitkeinket nézd, hanem egyházad hitét, őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodsz mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Engesztelődjetek készéből egymással, nem békesség köztünk mindenkor. Stand up.
Íme az Isten báránya, íme aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem. Krisztus teste, őrizzen engem az örök életre. Vasárnapja 11 órakor ez szentmise, elhunyt Anna, Ilona, Margit és Arolta testvéreinkért. Hétfőn és kedden reggel 7 órakor lesznek szentmisék. Csütörtökön Szent Pál apostol megtérésének ünnepnapján, délután fél öttől szentségimádás, délután 5 órakor szentmise, elhunyt Tóth Katalinért. Pénteken Szent Timóteus és Szent Titus emléknapján szintén reggel 7 órakor lesz szentmise. Szombat évközi 4. vasárnap vigiliája, 17 órakor lesz szentmise a január hónapban elhunytakért. Jövő vasárnap évközi 4. vasárnap, 11 órakor lesz szentmise a szokott időben. Hirdetem a kedves testvéreknek, hogy február 10-én egyházközségünk szervezésében kerül megrendezésre az első karcagi keresztényvár, amelyre nagy szeretettel hívunk és várunk mindenkit. Fiatal, idős, egyedülállót, családot, barátokat, közösségeket, társaságokat szívesen fogadunk tombola és ütemény felajánlásokat. Csíksomjai pünkösdrándokat lehet jelentkezni, az információk a hirdető falon olvashatóak. Az volt legyen veletek! Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. Amen. A Szent
jöttem és el véget ér, menjetek békében. Istennek legyen hála. Jézusunk, lelkek örök pásztora, tekints irgalmas szemmel szeretett nyájadra. Urunk, mint árvák sírunk előtted, kérünk téged, a boldogságos szüzanya, a magyarok nagyasszonya közben járására, adj nekünk papi és szerzetesi hivatásokat. Jézusunk, adj nekünk a te szíved szerinti papi és szerzetesi hivatásokat. Amen.